Sziasztok, ez itt a Sóstornó, ez a ma esti vendégünk, Fogcsán Virág. Szia Virág, hogy érezted magad, milyen volt a buli? Hello, szia! Nagyon jól éreztem magam idén is, mint minden évben. Ide igazán öröm visszatérni. Na jó, a marketing szövegből ennyi elég. Nem, igazából tényleg mindig igaz. Nagyon szerettem az itteni közönséget, mert el lehet vinni a szettemnek a másik felét egy kicsit keményebb irányba. Tehát értem ez alatt inkább az ilyen progresszívesebb, minimálosabb ütemeket és dallamokat, úgyhogy ezt nagyon szeretem, igazából ezeket élvezem a legjobban játszani. Úgyhogy az ilyen kommerszebb dalocskákat inkább az elejére ledaráltam, és utána jöhetett az igazi buli. Akkor, ha jól értem, akkor inkább ezzel közelebb hozzád, ez a progisabb. Mit szólsz mondjuk a Deep House-hoz? A Deep House-t is szeretem, azt mondjuk inkább, hogyha esetleg warm-up-olni kell, akkor szoktam játszani, az is be van tárazva, úgyhogy fel van töltve a pendrive rendesen, de azt ilyen főidős bulikon nem szoktam Deep House játszani, hiszen az egy kicsit lassú ahhoz és beültetős. Ugye egy DJ-nek azért mindig van miből meríteni, gondolom neked is, kik azok, akikre igazán felnézel, kik a példaképek? Hát most zeneileg ugye saját zenék terén Calvin Harris munkásságát nagyon tudom díjazni, nagyon szeretem is, és tényleg nagyon komoly ugye menedzsment mögötte, nagyon jól csinálják a marketingét, és a dalok is akármennyire commerce, nem commerce, de csak világslágerek és sikerek, úgyhogy valamit csak jól csinálnak. Nagyon szeretem még Tuhamot, Afrojacket, tehát ezek a vonalak ezek nagyon közel állnak még hozzám stílusilag is. Még a célok a jövőben, milyen új zenékkel készülsz mostanában? Hát a legújabb zeném, ami most jelent meg a Beatporton néhány hete, az a So Alive címet viseli. Ez a zeném, ez nagyon szép vokál van benne, női vokál, egyedülálló, hiszen nem volt még olyan zeném, amiben női vokál volt, mindegyik férfi vokálos volt. Az ezelőtti zeném, a Love is Life, az szintén egy ilyen keményebb vonal volt, nem ez a live dallamos, úgyhogy mindenképpen most ez egy új újítás. Női DJ-ként hogyan látod a karriert? Hát most már 9. éve zenélek, úgyhogy hál' Istennek az ilyen negatív előítéletekkel már évekkel ezelőtt megküzdöttem, hiszen ez már egy hosszú távú folyamat nálam, és hát ugye Magyarország eléggé kis ország, és elég hamar körbeér a híre egy adott DJ-nek, az is, hogyha nagyon jó, az is, hogyha nem jó. Itt hosszú éveken keresztül azt tud csak fennmaradni ebben a szakmában, pláne aktívan, tehát ezt értem úgy, hogy kb. Heti 2-3 bulival, aki tényleg letesz valamit az asztalra, aki minőséget produkál, aki bevonza azt a mennyiségű embert, és aki tényleg olyan hangulatot hoz létre a zenéléssel, amiben szeretek az emberek bennmaradni, nem rüllettenek, és a többi. Végezetül pedig mi az, amit üzenél a fiataloknak? A fiataloknak azt üzenném, hogy nagyon jó ez a vonal, hogy elkezdtek ezeket a keményebb zenéket favorizálni. Én nekem, mint DJ-nek ez nagyon jól jön, mert mondom, imádom ezt a vonalat játszani, úgyhogy tovább ebbe az irányba, és ezeket a nagyon commerce, nagyon slágeres zenéket egy kicsit háttérbe is szoríthatják akár ízlésileg. Szerinted egyébként más a mostani fiatalság, mint annó? Én úgy gondolom, hogy nagyon komoly változás volt itt generációról generációra. Régen ugye még ugye a funky zenékkel indult a diszkó élet, és utána most így egyre a keményebb vonal jön be. Szerintem most már az igazán kemény zenékre is buliznak a mai fiatalok, és persze nem egy elhanyagolható tényező, hogy egyre fiatalabb korban járnak el bulizni, tehát nem ritka, hogy 16-17 évesekkel is találkozom egy adott buliban. Mit gondolsz, ez jó? Szerinted ez jó? Vagy te inkább egy picit... Igazából én 16 és fél évesen kezdtem eljárni bulizni diszkókba, úgyhogy annyira nem dumálhatok ilyen téren. Én úgy gondolom, hogyha nem élnek ilyen korban, meg egyáltalán bármilyen korban különböző segédanyagokkal, akkor meg néha mondjuk nyilván 18-19 éves kor előtt az alkoholfogyasztása még kismértékben sem annyira ajánlott, de utána azért kismértékben lehet fogyasztani alkoholt a bulizáshoz, de itt álljunk meg inkább. Okay. Fogcsán Virág, köszönjük szépen, hogy itt voltál, reméljük, hogy találkozunk még. Amen.